Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban hoztunk Önöknek egy igazán ízletes versenyt. Szó lesz egy negyed évszázados fehérvári tánccsoportról, valamint a hűtlenség lelki hátterének járunk utána. Tartsanak velünk! Gertrudis, Királyi Meggyes, Csúcsoshegy. Csak néhány azon desszert elnevezések közül, amellyel a fehérvári cukrászdák készültek az aranybulla emlékéhez kapcsolódó versenyre. Május első hétvégén kiderült az is, a fehérváriaknak melyik ízlett a legjobban. Első alkalommal rendezték meg városunkban a királyi desszertversenyt, ahol fehérvári cukrászdák és műhelyek erre az alkalomra megálmodott süteményeiből választották ki a legfinomabbat, közel 500 szavazat alapján. Rengeteg boldog ember volt itt ma, de ők azt gondolom, hogy nap mint nap találkoznak azzal az örömmel, amit süteményeikkel az embereknek okoznak. Az első székesfehérvári desszertversenyt az aranybulla emlékév tiszteletére hívtuk életre, ennek tiszteletére szerveztük meg. Egy igazi közösségi napnak terveztük, és hát ez is lett belőle. Nagy örömünkre a cukrászdák, cukrászatok nagyon nagy számban jelentkeztek a versenyre, és bár volt, aki végül aztán süteményt már nem is tudott esetleg eljuttatni, de én azt gondolom, hogy a kóstolókat elnézve a 9 cukrászat 13 desszertje igazán nagy kihívást jelentett így is a kóstolóknak, úgyhogy ez a szám bőségesen elegendő volt, és a minőség arra, hogy válasszunk. A zsűri tagjai azon lakosok közül kerültek ki, akik kitöltötték a Székesfehérvár Turisztikai Kft. Aranybulla kvízét. Az értékelésnél nem volt egyszerű dolguk, a Magyar Cukrászipartestület elnöke a zsűri szavait tolmácsolva így fogalmazott, bármelyik sütemény megállná a helyét az ország süteményes pultjaiban. Ha lehet azt mondani, senkit meg nem bántva a pozitív csalódásért, mivel nagyon jó desszerteket kóstoltunk, a 13 desszert közül bármelyik szerintem megállná a helyét bármelyik süteménypultba, és én, mint szakmai zsűri, az ipartestület képviseletében vettem részt most ezen a rendezvényen, tehát nagyon kényelmes dolgom volt, mivel a végső döntést nem nekünk kellett meghozni, melyik lesz a győztes desszert. Ezt a közönségre bízták a szervezők, ami egy nagyon jó ötlet, mint ahogy ez az egész desszertverseny is egy nagyon jó ötlet, és ahogy itt előttem elhangzott, nagyon bízunk benne, hogy az első után jön a második, harmadik, negyedik, és így tovább. És minden kollégának szeretném megköszönni, aki indult ezen a versenyen, és hozott bármilyen desszertet, és azt mondanám, hogy tényleg nagyon jó desszertek születtek, és csak így tovább. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett verseny a gyerekek és a felnőttek körében is egyaránt népszerűnek számított. A város polgármestere azt mondja, egy nagyon finom programot hívtak életre a szervezők, köszönhetően a jelentkezőknek és az alkotásoknak. Van szükség ilyen jó hangulatú rendezvényekre, eseményekre, és talán arra is, hogy utána ezek a csodák, ezek elérhetőek legyenek a fehérvári közösségi terekben, amiket most nevezzünk cukrászdáknak. Ugye ismernek engem, azok tudják, hogy elég sokat járok ilyen helyekre a városban is. Mindenkire nagyon büszke vagyok, aki jelentkezett és aki ezeket a csodákat elkészítette, és biztos vagyok benne, hogy a következő hetek, hónapok eseményeiben, az aranybulla emlékében is sokan lesznek olyanok, akik kifejezetten ezeket fogják keresni. A nyertes desszert a krémcukrászda András Rex névre keresztelt süteménye lett, amelyet Vég József cukrász készített. A leglátványosabb alkotásnak a tortapalota és Szabari Éva Fehérvár pecsétjét ítélte a zsűri, emellett pedig az összes induló oklevelet vehetett át, így elismerésben részesült az Aranyalma, a Damnicki cukrászda, a Málna Manufaktúra, a Szabor Kávézó, a Sütikék és a Zrínyi cukrászda is. Idén 25 éves a Megadance Tánc Stúdió. A jeles jubileumról Kovács Szilvia beszélgetett a táncosok vezetőjével stúdiónkban, Rovó Tamással. Tamással.
A stúdióban itt van velem Rovó Tamás, a Megadance tánccsoport vezetője. Szeretettel köszöntelek. Erről a jeles évfordulóról, a 25-ről lesz szó most a következő pár percben. Köszönöm szépen a meghívást. Igen, hát egy érdekes dolog történik ugye június 18-án a Vörös Marti Színházban. A Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület, most ugye ez a hivatalos neve, ünnepli a megalakulásának 25. évfordulóját, ami egyébként igazából már 26 lenne, csak ugye a Covid helyzet miatt nem tudtunk állami sort tartani, de ugye nyilván felvetődik a fehérvári nézőkben, hogy hogy lehetséges, hogy most 25, amikor 3 éve volt 10. Ugye ez egy nagyon érdekes történet. 3 éve ezelőtt a fehérvári csapat 10 éves jubileuma történt, most pedig a megalakulásnak a 25. évfordulója lesz, ami azt jelenti, hogy én 26 évvel ezelőtt Győr városában alapítottam ezt a táncegyüttest, és ami egyébként folyamatosan működött, tehát nem volt megállás, csak ugye én 12 évig Győrbe dolgoztam, addig ott működött a csapat, utána kimentem Németországba egy évre, aztán ide kerültem Fehérvárra 2009-ben, és azóta működünk itt Fehérváron. Tehát tulajdonképpen annak a jubileumát ünnepeljük, hogy én akkor 19 éves koromban kitaláltam, hogy én csinálok egy tánccsoportot. Megalapítottam akkor 20 fővel, és hát a mai napig működik ez a csapat, hála Istennek, és ennek az ünnepi műsora lesz majd a színházban. Fogunk erről is beszélgetni egy picit. Ma milyen? Mi az, ami elmondható? Ugye mondtad, hogy akkor 20 fővel mentetek, most hányan vagytok, és mennyire lelkesek? Hát sajnos most sem vagyunk sokan, mert hát a Covid helyzet az ugye minden tekintetben, minden művészeti ágat szerintem, de nem csak művészeti ágat tudjuk jól, eléggé megtépázta bennünket is tulajdonképpen, de az is lehet egyébként, hogy nem ez az igazi ok. A helyzet az, hogy a tánccsoport életében mindig az van, hogy egy olyan 3 évente újra kell építeni mindig a csapatot, hiszen azok a gyerekek, akik olyan 18 év körüliek lesznek, azok ugye tovább tanulnak, és mindig attól függ, hogy éppen az érettségi után ki melyik városba megy. Több olyan tanítványom van, aki visszajárt egy ideig Budapestről, vagy visszajár a mai napig is, de hát sokan vannak, akik, mit tudom én, mondjuk Szegeden tanulnak, vagy Pécsen, azok nyilvánvalóan sajnálatos módon kiesnek a csapatból. Úgyhogy ilyen pillanatban egy ilyen 25 fővel működünk, de én mindig azt mondom, és ez fontos is számomra, hogy nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. És én azt mondtam korábban is, hogyha csak 10 lennénk, de az a 10 ember olyan, hogy azt szeretné, amit én is, akkor az jó működő csapat. És hát hála Istennek azt gondolom, és maximálisan úgy érzem, hogy egy nagyon ütőképes és működő csapat van. Idén egyébként nagyon sok az új tag, tehát legalább egy 12 fő az, aki új csoporttag, de nagyon szépen fejlődnek fel a többiekhez, úgyhogy vannak olyanok is, akik már, mit tudom én, 6-7 éve hozzám járnak táncolni, úgyhogy egy ilyen nagyon vegyes, felvágott most a csapat. Igen, azért mondjuk, hogy állandóan cserélődnek, így az van. Mennyiben okoz neked mondjuk kihívásokat? Hát olyan értelemben nehéz nyilván, hogy valahogy mindig a kezdőket és a nagyon haladókat így összhangba kell hozni, tehát hogy meg kell próbálni az újakat gyorsan fejleszteni, tehát hogy felérjenek a többiekhez, illetve van olyan is néha, hogy vissza kell fogni egy kicsit a nagyon haladókat. De én azt gondolom, hogy jól működik, és a tapasztalatom az egyébként, hogy az újakat nagyon-nagyon erősen húzza az, hogy vannak olyan tagok, akik már nagyon-nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak, és az egy érdekes dolog, hogy vegyesen vannak 9 évestől 20 éves korig a gyerekek. Ennek az az oka, hogy nekem egyetlen szabad napom van a hétfő, ezért én csak akkor tudok órát tartani, és így hétfőnként egy 3 órás edzést tartunk, ami nagyon hosszú egyébként, bár tulajdonképpen mindig kiderül számomra, hogy kevés. Most, hogy készülünk a gálára, abszolút. Tehát az idővel versenyt futunk állandóan, de most vannak is plusz edzések egyébként a színházban, mert hogy gőzerővel készülünk, úgyhogy én azt gondolom, az elmúlt 25 év azt mutatja, hogy jól működik. Nyilván sokat kell dolgozni, tehát ez meg nem probléma. Ezt is szerettem volna kérdezni, hogy egy picit, hogyha visszakanyarodunk a kezdetekhez, hogyan sikerült felépítened egyrészt magadat, mint tánctanárt, ugye volt azért egy jó kis háttered ehhez, meg hát családi vonatkozás is, indítatás is volt, egy picit mesélj erről, és hogy sikerült aztán az első csapatot így létrehoznod, és hogy mennyi munka volt ebben, mert azért én mondjuk voltam nálad táncedzésen, tehát tényleg egy olyan rendszerben dolgozol már, gondolom, hogy ez a tényleg a 25-26 évnek a kemény munkája az, amit már valaki oda betoppanva láthat, hogy
igen, egy órás bemelegítés, aztán jönnek a koreográfiák, és mindent kőkeményen, és minden egyes mozdulatukra oda tudsz figyelni a srácoknak, és én azt láttam, hogy nagyon fegyelmezetten csinálják, és tényleg látszik, hogy szeretnek oda járni. Igen, én mindig azt mondom, a legfontosabb és az első dolog, amit el szoktam mondani, akárhol tanítok, hogy nálam a legfontosabb az a fegyelem. És ennek az az oka, hogy én a színházi munkához vagyok szokva, ahol egy olyan rendszerben dolgozunk, hiszen máshogy nem is lehet, ahol nagyon koncentráltan és abban az időben, amíg a darabot készítjük, mondjuk csak és kizárólag azzal foglalkozunk. Ugyanezt gondolom a táncról is, úgyhogy a fegyelem az nálam valóban erőteljesen működik, de nem vagyok egyébként egy szigorú tanár, egyáltalán nem vagyok kiabálós, de az tényleg fontos, hogy a táncra koncentráljunk. Visszatérve a kérdésedre, ha visszagondolok a 25 év ezelőtti önmagamra, akkor azt tudnám mondani, hogy nagyon vicces és nagyon béna voltam, vagy legalábbis ezt gondolom ma, nyilván 25 év után ez normális. Igazából én ez a 25 év alatt tanultam meg táncot tanítani. Szerintem a tánctanítást azt egyetlen módon lehet jól csinálni, hogyha az ember elkezdi, és én az évek során gyűjtött tapasztalataim alapján változtam és változtattam a dolgokat. Annak idején egyébként hip-hoppal foglalkoztam csak és kizárólag. Ma meg már azzal foglalkozom a legkevésbé. Ma sokkal inkább a színház felé hajlok, és inkább ilyen táncszínházi produkciókat csinálok. És hip-hop is van, de nagyon kevés. Tehát ez egy érdekes változás az életemben, hogy teljes mértékben átnyergeltem a színházi világra, de ez azt hiszem, hogy elkerülhetetlen volt, hiszen egyébként számomra ez egy hármas jubileum, mert én ugyanennyi ideje vagyok a színházi táncos, és ugyanennyi ideje tanítok, és ugyanennyi, tehát hogy ez egy ilyen hármas jubileum, de hát nyilván bele kellett ebbe tanulni. Nagyon sokat tanultam a gyerekektől, és hát sok ember volt az életemben, akik változtattak az én bizonyos szemléleteimben, többek között Bakó Gábor, akit én a mesteremnek tartok, de említhetném akár az édesapámat is, aki szintén táncsoportot vezet. Ő egészen máshogy csinálja, mint én, de mégis nagyon sokat tanultam tőle arról, hogy hogyan kell hozzányúlni a zenékhez, hogyan kell elkezdeni egy koreográfiát, ami talán érdekes, hogy annak idején otthon a konyhában megkoreografáltam mindent előre, hogy mire megyek a gyerekekhez, addigra minden jó legyen. Ma pedig már egyáltalán nem készülök semmilyen szinten, semmelyik órámra, hanem minden ott a helyszínen történik. És azt gondolom, hogy ez az éveknek és a rutinnak köszönhető. Általában az van, hogy hallgatom a zenéket, és akkor valami inspirál, és látom magam előtt, hogy hú, ebből valami nagyon jót lehetne csinálni, és akkor nekiállok. Egyébként milyen gyakran találsz ki koreográfiákat? Mert ugye az edzéseken folyton előveszitek ugyanazokat, most például, hogy a gálára készültök, ugye a bizonyos táncokat táncoltok, de azért azt látom, vagy hát láttam talán már, hogy egyszer-egyszer úgy megállsz, és akkor jössz egy új zenével, és akkor na, akkor most itt ezt csináljuk, és akkor ti mit gondoltok, mit tudtok hozzátenni, ilyet is láttam. Így van, hát az a helyzet, hogy igazság szerint mindig csinálunk újdonságot, pontosan azért, mert én azt gondolom, és biztos, hogy így is van, hogy a gyerekeknek mindig kell az újdonság. Tehát egy idő után azt hiszem, hogy a fiatalok megunnák azt, hogyha mindig csak ugyanazokat a számokat csinálnánk. Egyébként én magam nagyon-nagyon sok koreográfiát készítek. Szerintem ebből a szempontból egyedülállóak vagyunk, hiszen nálam egy év alatt, amit iskolai évben kell nézni, tehát szeptembertől júniusig, ez idő alatt egy ilyen 10-12 koreográfiát simán megtanulnak a gyerekek, ami tudomásom szerint más csoportoknál van olyan, hogy ugyanennyi idő alatt mondjuk 4-5 számot tanulnak összesen a gyerekek. A helyzet az, hogy én a színházi munkámból adódóan is ugye sok számot kell, hogy csináljak, ezért benne van egy ilyen folyamatos alkotás az életemben, és mindig, ha valami újdonságot találok, akkor nekiállok. És most is csinálunk még egyébként új számot. Tehát közeleg nagyon a gála, de most kezdtünk el egy régen, elkezdtem egy számot, aztán az úgy kudarcba fulladt, vagyis hát nem kudarcba fulladt, hanem egyszer csak elsikkadt valahogy, és nem foglalkoztunk vele, és a gyerekek mondták, hogy hát volt ez a nagyon jó szám, hogy ezt miért nem csináljuk meg. És mondtam, jó, hát vegyük elő. És akkor újra nekiálltunk és csináljuk. Illetve hát most például a gála műsorra speciálisan készül egy nyitósó, ami egyébként minden alkalommal így volt, hogy minden ilyen nagyszabású gála műsorra egy külön oda készült nyitószámot szoktam csinálni, ez most is így van, amit egyszer és kizárólag csak ezen az alkalmon adnak elő a gyerekek színházi körülmények között. Na, ha már elérkeztünk a gála műsorhoz, akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy kik fognak érkezni, kiknek lesz a gálája, és mi mindent láthat az, aki elmegy erre a szép estére. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert
mindig aggódom azon, hogy az előző két nagyszabású gálám, ami ebbe a színház volt, iszonyatosan nagy siker volt, és ugye ilyenkor mindig benne van az ember, hogy úristen, hogy hogyan fogok csinálni még egy ilyet, és egyébként most is van bennem félsz, hogy lehet, hogy nem fog olyan jól sikerülni, mint az előzőek. És mindig az elgondolás vezérel engem, hogy van olyan változatos és színes gálát próbálok összeállítani, ami nem csak azt jelenti, hogy a Megadance 25 évéről szól, hanem olyan emberek szerepelnek ebben a gálaműsorban, csak és kizárólag, akik az én barátaim, vagy akikkel én valamilyen szinten munkakapcsolatban álltam valaha, vagy állok éppen most is. És az egyik legértekesebb talán az, hogy hazajön egy valamikori tanítványom Hollandiából, aki jelen pillanatban a Scapino Balletben táncol, ami Rotterdam működik, és a világ egyik leghíresebb kortárs táncegyüttese. És ez a tanítványom azon a napon, tehát a gála napján fölül a repülőgépre Hollandiába, leszáll Budapesten, és onnan egyből ide jön a gála műsor, és fel fog lépni. Ami számomra egy óriási dolog, hogy ő csak ezért nem hazamegy, hanem ide jön először és fellép, és nagyon örült a felkérésnek. Ő 7 éves korában nálam kezdett táncolni, és olyan 17 éves koráig nálam is táncolt, és az én hatásomra ment balettiskolába, és lett hivatásos táncos. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon jó érzés, illetve valamikor a 25 évben, tehát a 25 év alatti tanítványom közül többen jönnek, tehát például Kovács Péter is érkezik, aki a Madách Színházban táncol jelen pillanatban, és hát természetesen a családi vonal sem marad ki. Az édesapám tánccsoport is érkezik Pécsről, illetve Bakó Gábor barátom és az ő csapata Budapestről. És ami talán érdekes, hogy az első gálaműsoromon, amikor Győrben tartottam a 10 éves jubileumot, ott fellépett még az öcsém, viszont azóta úgy alakult mindig a helyzet, hogy sosem tudott eljönni, viszont most itt lesz ezen a gálaműsoron, és újra fellép az én gálámon. Tehát, hogy ez egy valamilyen szinten egy ilyen családi gála is lesz egyben. De sokszínű lesz, hiszen például a Fame című musicalből is lesz a címadódal, amit vegyesen, az lesz az érdekes, azt hiszem, hogy az amatőr táncosaim és a Fame-ben szereplő táncosok egy része közösen fogják előadni, és a élőben éneklik színészek, Kusnyér Anna, Katona Klaudi és Tóth Károly fogják énekelni ezt a számot. Szóval, hogy egy eléggé átfogó gálának tűnik jelen pillanatban, de még nem látom a végét. Nagyon sok intéznivaló van, még nagyon sok mindent kell még kitalálni. Ugye ebben az a nehéz, hogy én nagyon el vagyok havazva színházilag is, tehát nagyon sok az előadásom, nagyon sok darabban benne vagyok, hála Istennek, és emiatt az időm az kevés. Viszont a gálánál még mindig mindent én csinálok. Tehát még a konferenc szövegeket is én írom, amit lehet, hogy nem is nekem kéne, mert hát én táncolni jobban tudok, mint beszélni. De így szokott lenni, és ugye a zenék, akkor a műsor összeállítás, hogy legyen a sorrend, miután mi következzen, hang, fény, stb. Stb. Szóval, hogy ez egy nagyon komplikált és bonyolult. Ezért szokott az történni, hogy a gála műsor általában 5 kilóval kevesebb vagyok, mint most, pedig hát most sem vagyok vastag. De nekem azért fontos ez, mert hiszen ha belegondolok, hogy az életemnek több mint a felét azzal töltöttem, hogy táncsoportot vezettem, akkor azért az egy óriási dolog, illetve az édesapámnak nem régen volt a 30 éves gála műsora, de ő 20 évvel idősebb nálam. Tehát, hogy azért itt van egyfajta olyan dolog, hogy ő annak idején azt mondta, hogy majd fiam, ha egy év múlva is még táncsoportot vezetsz, akkor beszélgessünk. És hát aztán azóta eltelt 25 év. Szóval én azt gondolom, hogy érdekes lesz, Váradi Eszter Sára lesz egyébként a műsorvezető, aki nyilvánvalóan énekelni is fog ebben a műsorban. Úgyhogy bízom benne, hogy változatos lesz és érdekes, és hát remélem, hogy sokan leszünk. Fiatalok hogy készülnek, mennyire várják, izgulnak-e? Izgulnak, igen. Hát gyakorlatilag folyamatosan jönnek a kérdések, meg az edzéseken mindenki nagyon koncentrál, és hát nyilván szeretne mindenki az első sorba táncolni, de nem tud mindenki az első sorba táncolni, mert az egy lehetetlen feladat. Én igyekszem arra odafigyelni, hogy mindig változatosan, tehát hogy ne az legyen, mindenki mindig ugyanazok állnak az első sorba. Most éppen azzal foglalkozunk, hogy térformálitások vannak, tisztogatjuk a számokat, gyakoroljuk, kitisztázzuk, hogy egyszerre legyenek a kezek, a fejek, a mindenféle dolgok, de hát közben ugye vannak fellépéseink is, hála Istennek, illetve hát a gyerekek közül többen dolgoznak ugye a színház előadásaiban, és már a jövő évadban készülő darabba is bekerültek többen, úgyhogy eléggé hajtós időszak van. De jó, ez így, én igazából én a kihívások embere vagyok, úgyhogy ebből adódóan ez nem okoz problémát.
Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk most róla, és akkor most csak beszélgettünk róla, de még egy ígéretet tehetünk a nézőknek, hogy a gála műsorig még meg is mutatjuk, hogy hogyan készültök erre a nagyszabású gála műsorra, úgyhogy egy-két héten belül ezzel is jövünk, és ellátogatunk akkor hozzátok. Köszönöm szépen. És hát sok sikert kívánunk, hogyha szabad. Köszönöm szépen, és a meghívást is nagyon köszönöm. Köszönöm. Miért csaljunk meg párunkat? Milyen lelki okok állhatnak ennek hátterében? Miért nem beszéljünk meg a problémákat, és válaszunk inkább sokszor az egyszerűbbnek tűnő utat? Fehérváriakat és szakértőt kérdeztünk a témában, kiderült egy felmérésből ugyanis, hogy a nagyvárosokban lépnek félre először. Szerelmesnek lenni, szerelembe esni az egyik legjobb érzés a világon. Majd amikor ez szintet lép és egy párként tudunk működni a mindennapokban, szinte madarat lehet velünk fogatni. Azonban a kezdeti rózsaszín köd egy idő után eloszlik és elkezdjük a másik hibáit, árnyoldalait is meglátni. Egy társat nem elég csak megszerezni, bizony ahhoz, hogy működjön a párkapcsolat, sokat is kell tenni mindkét félnek. Nem lehet mindig minden felhőtlen a mindennapokban, még akkor sem, ha nagy a szerelem. Egy idő után bizony adódhatnak nehézségek. Ezeket sokszor tisztázzák is a felek, manapság azonban sokan választják az egyszerűbbnek tűnő utat, a hűtlenséget. Úgy gondolják, egy másik fél megadhatja nekik azt, amit a valódi társuk nem tud. Egy felismerésből kiderült, a nagyvárosokban gyakoribbak a félrelépések. Egy szakértőt kérdeztünk a témában, vajon mi is lehet ennek a valódi oka? Azt gondolom, hogy a mai világban a hűség mint olyan egyre inkább felértékelődik, hiszen egy nagyon-nagyon felgyorsult és gyorsan mindent és magáinak akaró társadalomban élünk, ahol az az üzenete ennek az egész fogyasztói társadalomnak, hogy neked ez jár, tehát vedd el, ami jár. Az, hogy hogyan kerülhető el, én azt gondolom, hogy teljesen egyedi dolgokról beszélünk. Nem tudjuk ezt a nagy mintát ráhúzni valakire. Nem mondhatjuk azt, hogy ha Mancika jobban figyel Pistikére, akkor Pistike biztos, hogy nem fog félrelépni, vagy hogyha Pistike tenyerén hordozza Mancikát, akkor nem lesz neki szeretője. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyéni. Emellett még számos másik tényező kiválthatja egy emberben azt, hogy neki, ha csak kis időre is, más kell, jobb kell. Az emberek, amikor párkapcsolatban élnek, elég nagy valószínűséggel félrelépnek, aminek nagyon sok, számos oka lehet. Attól kezdve, hogy nem megfelelő emberrel élek együtt, tehát nem jó a párkapcsolatom, vagy nem jó a szexuális életük, kötődési problémáik vannak, intimitási vagy önbecsülési problémáik, tehát a skála az elég széles. Több embert megkérdeztünk ennek kapcsán, akik elmondták, szerintük miért lépnek félre a felek. Oka lehet az is, hogy nem jó az élet, esetleg család lett, nem tudják eltartani. Tehát sok olyan probléma lehet, ami ezt létrehozza. Sajnos ez két oldalú dolog. Mitől függ? Hát a nők általában szeretnek kimozdulni, a férfiak megpróbálkoznak. Ha már idősebb a feleség, akkor megpróbálják, hogy hát ha fiatalabban jobban kijönnek. Nem mindig hatásos, sajnos ez így működik. Én azt hiszem, hogy a férfiak azok nyíltabban csinálják, magamról is tudom, de a nők azok meg súlyik, és elnézést, hogy így mondom, és ők lopva csinálják ezeket a dolgokat, de a végén úgyis kiderül. A város lakók megosztották velünk azt is, szerintük miért könnyebb egy nagyobb településen megcsalni a másikat, miért is alakulhatott így a felmérés eredménye. Gondolom, hogyha több az ember, akkor több más ember lehet nézegetni, és több lehetőség van, úgymond, és akkor ezért gondolom lehet, hogy ezért alakul így az arány. Hát talán szerintem az, hogy sokan vannak, és a választási lehetőség nagyobb. És ahogy ez történt, úgy találkoznak olyanok, akik megtetszenek neki, és idő után a régit felcserélik egy újra. Hát de szerintem ez nem is természetes, de ez valós. A fehérváriak körében találkoztunk olyannal, aki áldozatul esett a társa hűtlenségének. Domján Józsefné állítása szerint a másik nem tagjai lépnek félre először. A férfiak. Ezt tapasztalatból tudom. Akkor egy kicsit, hogy mégis mi lehetett ennek az oka? Hát ez az 50-es kapuzárási pániknak tudom be. Hát ő 50 éves volt, amikor ez történt. És hát a férfiak, egyértelmű.
mert ők az sokkal hűségesebbek, szóval kitartóbbak. Azonban akadt olyan is, aki máshogy vélekedik ebben a témában. Szerintem a hölgyek. És ennek mi az oka? Nem tudom, keresik az újdonságot, vagy valami ilyesmi oka lehet. Kétféle megcsalásról beszélhetünk napjainkban, idehaza mindkettőnek igen magas az aránya, ám a megbocsájtás is szóba jöhet, ami bizony nem egyszerű feladat. Ha elég motivált mindkét fél, és ha kiderül számukra, hogy mi miatt történt ez a dolog, akkor igen, akkor visszafordítható. Különbséget kell tenni az között, hogy egyszeri félrelépés, vagy állandó megcsalás, mert mind a kettő mögött teljesen más dolog húzódik. Ha mégis amellett döntünk, hogy a történtek ellenére sem hagyjuk el társunkat, akkor bizony ehhez hosszú felépülés szükséges. Én a munkám során azt látom, hogy az egyik legnehezebb dolog ebből felépülni, mert mindenki, akit megcsalnak, úgy érzi, hogy megalázták, és ugye a szégyen és az ilyen megalázottság érzése az egyik legdestruktívabb érzés, amivel meg kell küzdenünk életünk során, illetve a bizalmat újra kell építeni, ami, hogyha egy kötődési problémából, tehát hogyha egész mélyre visszamegyünk, mondjuk csecsemőkorból ered, akkor az amúgy is problémás, és ezt újraépíteni, és újra elérni azt, hogy egy olyan szinten tudjunk élni, hogy megbízunk a másikban, anélkül, hogy életünk végéig mondjuk én lennék a sértett fél az áldozat, és a másik az, aki folyton meghúzza magát azért, mert ő neki vezekelni kell, ez nem működik sokáig. Ha kiderült a megcsalás, az bizony mindegyik fél számára fájdalmas lehet. Azonban érdemes mérlegelni, megéri-e jobbá tenni a kapcsolatunkat, ugyanis a hűtlenség hosszú folyamat eredménye. Fontos, hogyha együtt folytatjuk tovább hűtlen párunkkal a közös utunkat, ne csak benne, magunkban is keressünk hibát, és merjünk változtatni a szerelmes mindennapokért cserébe. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!